Jó estét kívánok, kezdődik a nap híre április 27-én, ma is, ahogy megszokhatták, 4 hír és 3 vendég, akinek van is véleménye a világ dolgairól. Ma itt van egy közgazdász, egy tanár és egy jogász, ketten pályaelhagyók, egy valaki maradt még a szakmájánál, de mindhárman politizálnak, igaz, hogy az egyikük csak civilként. Na, kerüljenek akkor nevek is a pályák mellé. Itt van Bősz Anett, a liberálisok képviselője. Jó estét kívánok! Déri Tibor, 4. kerület Momentumos polgármestere. Jó estét! És Magyar György ügyvéd. Jó estét mindenkinek! Jó estét kívánok! Azzal a történettel kezdünk, ami az elmúlt 24 órában sokkal nagyobb hullámokat vetett, mint ahogy az egyébként indokolható lett volna. Annyi történt, hogy egy kórházigazgató a nyilvánosság elé állt, és elmondta, hogy mennyire nehéz a helyzet a kórházakban. Járvány idején azt gondolnánk, hogy ez egy teljesen természetes dolog, de kórházigazgatók ilyesmiről nem szoktak beszélni. Íme. Megállás nélkül csipogó lélegeztetőgépek, magatehetetlen súlyos állapotú koronavírusos betegek, így fest egy romániai COVID-intenzív osztály. Ezek a felvételek pedig egy szlovák kórházban készültek. Itthon viszont nem engedik be az újságírókat és a stábokat a kórházakba. Nem most van az ideje például annak, hogy bemenjünk a kórházakba, kamu videókat vagy álhíreket gyártsunk. A Székesfehérvári megyei kórház igazgatója viszont a minisztériumi kérés ellenére részletesen beszámolt a helyzet súlyosságáról és a konkrét számokról. Nálunk az intenzív osztályon, aki gépre kerül, 84%-a nem jön le a gépről. Meghal. 100-ból 84 ember meghal. Bucsi László főigazgató szerint ez az arány másutt a 90-95%-ot is eléri. Hangsúlyozta, a Dunántúlon Fejér megye a legfertőzöttebb, az országban pedig csak Borsodabaúj-Zemplén megyében rosszabb a helyzet. Olyan Magyarország történetében nem volt még, hogy a krematóriumokat arra kérték, hogy 3 műszakba dolgozzanak. Tragikus a helyzet, és nem jut el az emberekhez. Mit gondolnak, jót tesz-e az ügynek az ilyen fokú nyílt és őszinte beszéd? Hát ez hiányzik. Tehát ez hiányzott szerintem az egész első, második és a harmadik hullám esetében, hogy őszintén beszéljünk végre erről a dologról. Lehet, hogy rámutat az egészségügy hiányosságaira, lehet, hogy rámutat arra, hogy igen, leterheltek az orvosaink, leterheltek az ápolóink, de legalább reális képet kapunk arról, hogy mi folyik valójában. És akkor lehetséges, hogy még az átoltottság, tehát az oltásra jelentkezőknek a száma is sokkal nagyobb lenne, hogyha őszintén tudnánk egymással beszélgetni erről. Habozás nélkül vágta rá Déri Tibor, hogy ez helyes, de a miniszterelnök másként gondolta. Tehát Orbán Viktor ugye arról beszélt, ezt lehetett látni a filmben is, hogy nem most van itt az ideje annak, hogy stábokat engedjünk be az intenzív osztályokra. Álságos. Ebben is lehet logika. Álságos. Hát, ha a valóságot akarja egy kamera megmutatni a nézőknek, akkor kell kamu videózni, meg kell valami olyat csinálni, ami nem valóságos? Fake news? Hát attól tartanak, hogy az igazság kiderül. Hát ez az igazgató most kimondta az igazat, mesztelen a király. Hát nem tudom, meddig maradt szegénykém az állásában, de amit ő tett, az nagyon fontos volt. Nagyon fontos volt, mert hozzátette. Azért mondom el, kérem a realitást, hogy menjenek, kérem, és oltsák be magukat. Mert ha nem teszik ezt, akkor veszélyeztetik a társadalom minden részét. Tehát nagyon fontos, amit csinált, nagyon bátor, meg kell őt tapsolni, meg kell őt dicsérni. Nulladik pillanatban szükségünk lett volna olyan őszinteségre, amiben felismerjük azt, hogy ezt a betegséget nem ismerjük, hogy ez a betegség borzasztó veszélyes, hogy egyébként nem kell győzelmi ódákat zengeni a kormány munkájáról. Azt kell mondani, hogy ezek a számok, kérem, ennek fényében megkérdezzük a szakértőket, hogy hogyan cselekedjünk, és így fogunk tenni. Aztán majd meglátjuk. Reméljük a legjobbakat, de ez nem elég, kell érte tenni. És ez a kormány szerintem nem adta meg sem a szakintézményeknek, sem senkinek azt, hogy a lehető legtöbbet tehesse a járványkezelésben. Most ezért van fölháborodva egyébként a miniszterelnök is, meg mindenki arra, aki kimondja az igazat. Én azt gondolom egyébként, hogy persze ártanak azok a videók, amelyeknek a valóság tartalma kétséges. Az is egy kérdés, hogy a járványban a kamerát be kell engedni, de meg kell tudni mondani az embereknek, hogy mi a helyzet. Ez a kormány sosem törekedett erre, tavaly március óta nem. Janett más ország bemutatja? És mi vagyunk ilyen szégyenlősek? Hát nem bolondítjuk meg az embereket? Szégyenlőség kérdése. Még egy mondat.
az orvosnak kötelessége szerintem a valós igazságtartalmat a beteg felé elmondani. Egyet. És úgy van az ügyvéd is. Nekem el kell mondanom, hogy mi várható az ügyében. Az ha én ezt megtagadom, lehet, becsapom. Mind a hárman vezetők, egy pártot vezet, egy kerületet, meg egy ügyvédi irodát. Egy vezető mutatkozhat egy gyengének. Mondhatja azt, hogy figyeljetek, én se tudom, hogy hogyan lesz. Tök ismeretlennel állunk szembe. Nem muszáj egy vezetőnek valami fajta magabiztosságot sugároznia, még akkor is, hogyha nem tökéletesen biztos a dolgában. Ezt várják szerintem, tőle. Szerintem magabiztosnak kell lenni, de hazudnia nem szabad, vagy elfedni a valóságot. Most pedig erről van szó, hogy elfedjük a valóságot. Nem mutatjuk be, hogy valójában mi zajlik a kórházakban. De ezen kellene változtatni. Ugye láttuk, azt, hogy jól emlékszem, Dunaszerdahelynek a példáját, amikor egy félórás-órás videóban mutatták be, hogy mi zajlik egy ilyen járványkórházban. Én úgy gondolom, hogy nem állunk attól messze, hogy mi folyik itthon Magyarországon is. Nem az a probléma, hogy kuriózumnak tekintjük és vezető hírnek ma, hogy egy kórházigazgató kiáll és elmondja a realitás valóságot? Hát ez hát a kuriózum. Ezzel vezettem fel most ezt a beszélgetést. Ez a kuriózum, ezen kell elcsodálkozni. Nem fordítva lenne. Elmondjuk az igazságot, és utána aki akarja, majd nem veszi tudomásul. Hát nem így működik. Az embereknek, ha nincs meg a valós, hiteles tájékoztatása, félre lesznek tájékoztatva. Ugyanúgy járunk vele, nem akarom újra elkezdeni, mint ezzel a vakcinaigazolvánnyal. Hát kiállítunk egy vakcinaigazolványt, ráírjuk, hogy ez védettséget ad, és nem ad védettséget. Mi ez, ha nem szemfényvesztés és az emberek megtévesztése? Adni nekik egy hamis biztonságérzetet. És eljutunk Bocsánat. A vezetői gyengeség pont ebben mutatkozik meg, hogy nem akarok szembesülni a valós helyzettel. Nem mondom el a polgárnak, hogy a legjobb járványkezelések azokban a társadalmakban sikerültek, ahol a kormány őszinte volt, bízott a polgárokban, nem infantilizálta őket, ellentétben azzal, amit a Müller Cecília vezette operatív törzs megcsinált a magyarokkal, és egyébként pedig az egészségügyi dolgozókban is bízunk. Itt azt gondolom, hogy az egészségügyi dolgozók felé való bizalmunkban nincsen megingás, abban viszont van, hogy a kormány ezeknek az embereknek nem tud eleget segíteni, nem azért, mert nem akar, egész egyszerűen kicsúsztak a kezei közül a dolgok, nem tud eleget segíteni ahhoz, hogy a honfitársaink életét meg tudják menteni. Polgármester? Igen, tehát a Magyar úrnak a szavaihoz csatlakoznék, ugye ez a kártya is, hogy ez lett a következménye ugye a szombati tömegrendezvényeknek a városban. Tehát én is szombat este szembesültem azzal, hogy valójában mi volt ott, ahol mondjuk én is jártam mondjuk 5 órával azelőtt, mielőtt láttam volna ezeket a képeket. Tehát én jártam ott délután, de csak átmenőben. Láttam, hogy valami kezd kialakulni, de nem gondoltam, hogy ez lesz. Ez a hamis biztonságérzet, amit ezzel a kártyával valójában biztosít a kormány kvázi. És ez folytató. A kutya nem kérte senkitől a kártyát. Tehát amikor közparkok megteltek a füvön ülő, piálgató, beszélgető fiatalokkal, ahhoz semmi köze nincs a illetséget. A jövőre nézve van ez, mert jön a következő rendelkezés, ha megvan a 4 milliós beoltottság, akkor igazolvánnyal mehetsz a fürdőbe, majd a kabinos néni fog elkérni tőled az igazolást, ugye, hogy igazi vagy-e, vagy nem vagy igazi, utána mehetsz mindenféle rendezvényre, és akkor nem hamis az a kép, hogy én védett vagyok? Hát nem vagyok védett. Azt mondják a szakértők, és én hallgatok rájuk, nem politikus ...nak kell ezt megmondani, hanem az egészségügyi szakembernek. Második oltás, a kettő között legalább van 4 hét, és utána 2 hét múlva leszünk védettek. Akkor az első oltás az én igazolványomon ott van, kérem, hogy mikor kaptam. Hát attól nem vagyok védett, hogy lehet ilyet állítani? A volt fertőzöttséget igazolja ez a kártya, illetve egy darab tűszúrásért adják. Ez és kiváltságok járnak vele? Hát igen, én azt gondolom egyébként, hogy ezek a viták újfent félre visznek, tehát inkább arról kellene beszélni, hogy miért nincsen bizalma mondjuk az embereknek bizonyos vakcinákban. Pont azért, amiért a valót nem ismerte el eddig a miniszterelnök, más témában miért ismerné el? Majdnem megfeledkeztem a nap kérdéséről, pedig nagyon fontos, és nagyon jellemző lesz a vélemény, ami egyébként tökéletesen reprezentálja a mai 3 vendég véleményét. Bucsi László kórházigazgató szavairól. Ugye azt kérdeztük önöktől, hogy a kórházigazgató szerint, bár a minisztérium nem szeretné, ha arról beszélni, mi zajlik az intézményben, ő mégis megteszi, egyetérte ezzel.
Igen, tisztán kell látnunk, mi zajlik a kórházakban, így véli 95%. Meggyőző többség. Nem, mert ez csak zavart okozna, 5% gondolja így. Ma a parlament a kormánypárti többség döntést hozott arról, hogy rengeteg állami vagyon kerül át alapítványokba, például az összes egyetem. Ezzel folytatjuk. A kormánytöbbség szavazataival összesen 12 egyetem került alapítványi vagy egyházi fenntartásba. Így a Szegedi, a Pécsi Egyetem, a Semmelweis, a Magyar Táncművészeti, illetve a Testnevelési Egyetem. A Dunaújvárosi Intézményt is alapítvány működteti majd, mint ahogy az Óbudait, a Nyíregyházit, a Debrecenit, valamint az önálló egyetemmé váló Sárospataki Főiskolát is. Az Egri Eszterházi Károly Egyetem egyházi kezelésbe kerül. Így vidéken egyetlen állami egyetem sem marad. Budapesten is csak az ELTE, a Műszaki, a Közszolgálati, a Képzőművészeti Egyetem és a Zeneakadémia marad állami fenntartású. Vagyonkezelői alapítványokba kerültek részvények, birtokok és paloták is, így például a Lázár János vezette Mezőhegyesi Ménes birtok, vagy éppen a Pilis Csabai kampusz. Olyan újfajta rablóprivatizációt hajtanak végre ebben az országban, amelyben valamennyiünk vagyonát, a nemzeti vagyont elkutyavetyélik. Viszik az egyetemeket, viszik a részvényeket, viszik az üdülőket, viszik a Balatonpartot, viszik a kastélyt, viszik a hajógyári szigetet, viszik a birtokot a lóval és a lószerszámmal. Visznek mindent, ami mozdítható és ami mozdíthatatlan. Orbán Viktor alternatív államot akar építeni. Azt akarja, hogy továbbra is ők kontrollálják a felsőoktatást, azt akarja, hogy náluk maradjanak a birtokok, a kastélyok, azt akarja, hogy náluk maradjanak a részvények is. Természetesen pontatlan volt az én megfogalmazásom, nem az összes egyetem, az összes nagy állami egyetem, vidéken kivétel nélkül, Budapesten pedig néhány kivétellel. A véleményük érdekelne erről az egész közvagyon magántulajdonba kerüléséről. Önök szerint miről szól? Hát én csak sírva fakadni tudok, amit jogászember ezt nem bírja elviselni. Ez is egy vélemény. Nem bírja elviselni. Ez legalább olyan nagyságrendű érdemi változtatása a vagyon háttérnek és a közvagyonnak, mint amilyen volt az alkotmány félredobása, és helyette behozni az alaptörvényt. Ezt megcsinálni így, direktbe, egy ekkora jogszabályban, a vírus kellős közepén, mindenféle társadalmi egyeztetés nélkül a bűncselekmény kategóriába tartozik, mert ez tűrhetetlen, hogy így viszi ki azt, amihez köze nincs, nálunk szerencsésebb országokban, ha lenne maradvány vagyonelem valahol az állam mögött, akkor összehoznak egy bizottságot. A bizottságban pedig vagy tőzsdére viszik, ugye, vagy árvereztetik, és tisztességes módon értékesítik. De így bezsebelni, benyelni, hát ez aztán már, akkor van még lejjebb ennél? Nem azzal van a baj a ügyvéd úr, akkor amit csináltak, hanem ahogy ez történik? Hát azért... Kettő együtt. A kettő együtt jár. Tehát ugye volt egy előszere ennek, ugye az alkotmány módosítás, és az alaptörvénynek a megmódosítása a tekintetben, hogy a alapítványoknak jutatott vagyonelemek, vagy a közpénz, az elveszti közpénz jellegét onnantól kezdve, hogy átmegy. Ugye ez már valamilyen szinten borítékolható volt, hogy ezután jönnek az egyetemek, jönnek a ménes gazdaságok, jönnek azok a lépések, amik igen átmentik a vagyonelemeket. Bocsáss a meg, másik Tibor, de oldalra. A bíróság megmondta, hogy ez nincs így. A politikus hiheti ezt, és hirdetheti, de a bíróság megmondta, hogy nem veszti el a közpénz jellegét. Az közpénz marad. Ezért találják most ki ezt a vegyes, mixelt megoldást. Hát igen, de e felé megyünk. Tehát nem fognak kiadni nekünk adatokat, nem fognak gazdálkodási adatokat mutatni, és nem fogjuk tudni azt, hogy onnantól kezdve, hogy egy közalapítványnak átmegy a vagyon, azzal mi lesz. Úgy gondolom, a magyar embereknek a vagyona. A magyar emberek vagyonát helyezi át most egy olyan világba, amit ő ural. Igen, de Orbán Viktor erre azt mondta, hogy ez nem lesz ettől magántulajdon. Tehát ez állami tulajdon, nem veszti August. El... állami vagyon jellegét. Közgazdász elmondja az igazságot. Ja, de az a fontos, nem egy gazdasági megállapítást szeretnék tenni, hanem azt, hogy azzal szeretném áthidalni azt a több mindent, amit most mondotok, hogy olyan emberek kerülnek a kuratóriumok élére, akik egyébként a kormány barátai és üzletfelei. Tehát közvetlen befolyást adnak át a felsőoktatási intézmények fölött. Egészen elképesztő ez a mix. Tehát nem csak törvénykezés és gazdasági értelemben mix, hanem,
ha úgy tetszik, akkor politikai értelemben is egy mix, ami összemossa a gazdasági, az egyetemi és a politikai elitet, ami nekik tetszik. Egészen hihetetlen, és hogyha megnézzük, hogy az eddig levezényelt alapítványi fenntartói átállások mit hoztak az egyetemekre, több száz éves értékünk az egyetemi autonómia. Még egy aspektus. Ezt vonta el. Befejezve a gondolatot, ezt vonta el, ez az átállás, a tapasztalatok azok, hogy egyébként az egyetem, és nem csak a művészet, a tudomány, az a nyitott ajtóknak a világa. Most a zárt ajtók világa következik az egyetemeken, ahol a megmaradt egyetemi polgárság majd megpróbál egy kicsit kapaszkodni az asztalába, a tanszékébe, tantárgyaiba, és átadni még azt a tudást az egyre fogyó jövő nemzedéknek, mert hogy egyébként erről beszélni kell, hogy drámai a kimaradás, a lemorzsolódás, egyébként a felvételizők aránya is megcsappant, nem véletlen, mert egyébként a középosztály, amely még mindig megengedheti magának, hogy a gyermekének biztosítsa a felsőoktatási intézményekben való tanulást, azt gondolja meg, hogy a lajtán túl egyébként majdnem ugyanekkora költséggel egy igazi szabad egyetemen tanulhat. Igen, csak hogy az oktatási színvonalat befolyásolja-e az, hogy milyen a gazdasági struktúra? Ráadásul pont a közgazdászoktól halljuk sokat, hogy az állam rossz gazda. Hát, és valószínűleg ezzel nehéz vitatkozni. Minden semmi jót nem látnak ebben? Minden összefügg mindennel. A legnagyobb bánatom a résztevékenységeken túlmenően abban van, hogy itt van egy népképviseleti demokratikus rendszer. Ki vonja az ellenőrzés alól a pénzek gondolkodás lehetőségét és felhasználhatóságát? Ki vonja, elvonja a kontrollt? Régen egy ász, egy állami vagyon fölött, ugye, vagy bármiféle bizottsága a parlamentnek, egyáltalán a parlament van kitalálva ellenőrzési jogkörrel, hol fogja gyakorolni ezeknél az alapítványoknál? Hát azt csinálnak, amit akarnak. És pláne úgy, hogy ugye a saját embereik kerülnek ezeknek az alapítványnak, kuratóriumi tagoknak. Hát emlékezzünk csak vissza, ugye törvényt is képesek azért módosítani, hogy az összeférhetetlenségeket feloldják, tehát akár egy kecskeméti polgármester esetében, aki plusz 1,6 milliót. Egyetem, hogyha állami? Egy liberálisnak egyébként ünnepelnie kéne az alapítványi átállást, hanem az történne, hogy a sajátjaiknak játsszák át az egyetemeket, hogy a sajátjaik ülnek a kuratóriumok. De a kontroll hiány a legfájdalmasabb. Persze. Visszautalnék a kérdésedre azért arról, hogy a gazdasági struktúra befolyásolja az oktatás színvonalát. Nem. A félelemkeltés viszont igen, és ez elkezdődött az egyetemeken. Ez a legnagyobb dráma az egészben, hogy ezzel az átállással egyidejűleg megérkeztek azok, akik jól fekszenek a jelenlegi hatalomnak, és azoknak, hogyha nem tetszik valaki, akkor az mostantól félelemben éli az életét egyetemi polgárként. Tartunk egy rövid reklámszünetet, és utána két témával folytatódik a műsor. Számítok a figyelmükre. Nap híre, második félidő, újabb két hírrel, és a vendégekkel itt van Bősz Anett, Déri Tibor és Magyar György. És azzal a hírrel folytatjuk, hogy Brüsszeltől csak a vissza nem térítendő támogatás kell, a kedvezményes hitel nem, így döntött Orbán Viktor. Levelet írt 8 európai parlamenti képviselő Ursula von der Leyennek, akit arra figyelmeztetnek, hogy eltűnhet annak a pénznek a 20%-a, ami Magyarországnak az uniós segélycsomagból jár. A 24.hu írta meg, hogy a képviselők szerint a magyaroknak járó keret körülbelül 5-e, durván 1000 milliárd forint a felsőoktatás modernizálására mehet el. Márpedig az Orbán kormány lehetővé tette az egyetemek alapítványok alá szervezését, ami ellehetetleníti az állami ellenőrzést a pénzek fölött. Közben Újhelyi István, MSZP-s EP képviselő azért bírálta a kormányt, mert az uniós segítségből csak a támogatásra tart igényt, a hitelre nem. Vagyis itt csak a lehetséges pénzek 43%-ához jut hozzá Magyarország. Újhelyi azt állítja, a miniszterelnök ezzel akarja elérni, hogy ne kössék jogállami feltételekhez az újjáépítési pénzeket. Orbán megzsarolta az Európai Uniót azzal, hogy nem fogadja el a Magyarországgyűlés az újjáépítéshez feltétlenül szükséges beterjesztett javaslatot. 2. Orbán képes lemondani több ezer milliárd forintnyi fejlesztési támogatásról csak azért, mert az Európai Unió jelezte, hogy sem formailag, sem tartalmilag
nem felel meg a magyar nemzeti fejlesztési terv az Európai Uniós szabályoknak. Ugye a visszanemtérítendő támogatást kérjük, a hitelt nem. Hát ezt a miniszterelnök el tudja dönteni, hogy van-e erre a hitelre szüksége Magyarországnak? Van-e erről beszélni való? Hát ugye óriási pénzről beszélünk, tehát majdnem 6000 milliárd euróról, és ha jól emlékszem, akkor 2500 milliárd euró az, ami visszanemtérítendő. Igen, ami visszanemtérítendő támogatást jelent Magyarország számára. Ez egy óriási pénz. És az, hogy a mögötte lévő egyéb más forrás, tehát az, ami hitelként biztosítanának Magyarország számára, az nem teszik hozzá, hogy ez egy kedvező kamatozású és nagyon jó feltételekkel igénybe vehető szerződés, illetve konstrukció. Cserébe mit kapunk? Kapunk egy Kínát, kapunk kínai hiteleket, kapunk orosz hiteleket, akár Paks 2-t figyelembe véve, és inkább ezek felé megyünk, amelyek egyébként sokkal rosszabb konstrukcióban állnak az ország számára, mint például az Európai Uniónak a hitele, ami egyébként egy kiszámítható hitel lenne, amiben kockázat az minimális lenne, és cserébe viszont vannak orosz, meg vannak egyéb más befektetők, illetve pénzek, amiket fel is vesznek, hiszen, hogyha emlékezzünk vissza, devizában vettünk fel az elmúlt év folyamán szintén 2500 milliárd forintnyi hitelt. Tehát ez egy óriási összegekről van szó, és ahelyett, hogy ezekre a fejlesztési forrásokra összpontosítanánk, ehelyett inkább megint a gőgösség az, ami előtérbe kerül. Ez nem csak gőgösség és barátság kérdése, sokkal súlyosabb. Nem veszem fel azt a hitelt, amit azok adnak, akik utána számon kérhetnek. Viszont ha Kínából veszem föl, meg az öreg Szovjetunió maradványaiból, akkor a kutya nem fogja megkérdezni, hogy mire használtam és kivel üzleteltem. Ez a dolog lényege. Az összes többi csak kötszurkálás. A számolatlan fekete pénzek világában van. Nézd meg a vakcinavásárlást. Igen, hogy azokat nem szeretjük, ahol számlát kell tenni a hitel mögé. Azokat nem szeretjük, ahol egyébként mondjuk az európai ügyészség körmünkre nézhet és megkérdezheti, hogy ugye jól használták fel ezeket a pénzeket. Szóval ez a drámai ebben, 2010 óta erősödnek ezek a folyamatok egyébként. Az még drámaibb, hogy például egy alapvetően Oroszországot már nem szerető társadalmat tudott teljesen irányba állítani Orbán Viktor, hogy a Paks 2 beruházás egyébként azokkal a rengeteg sok évre titkosított szerződésekkel, nagyon rossz hitelkonstrukcióval is jó nekünk. Ugye, valahogy úgy fogalmaztak, hogy hát persze az a jó hitel, ahol nem kell számlát mögé tenni. Nem lehet, hogy arról van szó, hogy a miniszterelnök a bürokráciától akar szabadulni. Rettentő adminisztrációval jár. Hát meg az egyeztetésektől. Tehát ugye ennek a uniós forrásnak a döntő többsége ahhoz volt kötve, vagy ahhoz van kötve, hogy azokat a társadalmi egyeztetéseket, azok az önkormányzatokkal történő egyeztetést, hogy mivel tényleg mi vagyunk azok, akik ott vagyunk helyben, és el tudjuk dönteni azt, hogy tényleg mi szükség, milyen fejlesztésekre van szükség, mondjuk Újpesten. És ezeket a forrásokat úgy gondolom, hogy ide kellene, és itt ezen a szinten kellene eldönteni, hogy valójában mire is van szükség. Ezek hiányoznak. Most, hogy ugye más forrásból veszünk. Senki nem tárgyalt erről? Nem. Mert hogy ebbe a brüsszeli 9 pontban például van megújuló városok program, van egy energiahatékonyság, ami elsősorban például épületek energetikai korszerűsítése. Újpest polgármesterével senki nem ült le erről beszélgetni? Senki nem. Szeretnének? De én úgy gondolom, hogy Budapest esetében, a főpolgármester esetében sem történt ilyen egyeztetés. Az EU rendszer is ilyen. Tehát ezek az, amik hiányoznak, és igen, mi is tudnánk mondani pár projektet, amit mondjuk 25 milliárd forintból simán meg tudunk valósítani. Hiszen mondjuk szüksége lenne Újpestnek egy kórházra. Elvették tőlünk, volt 3 is, most 0. De lehetne még egyébként fokozni, akár egy strandfűrővel, de lehetne még tényleg nagyon sok példát hozni. És nem csak Újpestről, hanem az ország bármelyik pontjáról. De ezek az egyeztetések kellettek volna ahhoz, hogy ezeket a pénzeket el tudják költeni. De ahogy a magyar úr is szépen fogalmazott, valójában ez nem erről szól.
hanem arról, hogy, hogy ami, amit te majd mondod, nem szeretném megismételni. Eddig nem rossz. De... a dolognak szerintem az a lényeg, aztán hagyjuk szegény Anettet is, mert legalább érte ez a témához, megszólalni, hogy az emberek ezt megeszik. Megeszik. Ez benne az egész különlegesen furcsa. Azt is meg szoktuk kérdezni itt az ATV-ben is, és máshol is, hol vannak a választók is, hol vannak az emberek gondolkodik. Nem tudja felfogni. Nem jut el az emberek agyáig, hogy ez most jó hitel, rossz hitel, orosztól kapom, kínaitól kapom, eurótól kapom. Nem jut el az emberek agyáig. Az fog eljutni majd hozzájuk, hogyha vissza kell fizetni, vagy az fog eljutni, ha nem jut pénz kajára, akkor lehet, hogy ki kell egyenesíteni a kaszát. Ez jut el az emberek agyáig. Ezek a hitelek, ezek a milliárdok, a világon senki ez. De például az nem a politikusok dolga lenne, mármint ellenzéki politikusoké, hogy akkor ezt tegyék láthatóvá? De. Minden egyes magyar állampolgárnak ennyi és ennyi forintot vesz ki a zsebéből, hogy piaci alapon veszünk fel hitelt, és nem a kedvezményes uniós hitelt vesszük igénybe. Ezt is fontos láthatóvá tenni, meg szerintem azt is, hogy Orbán Viktor itt sem úgy viselkedik a magyar társadalommal, ahogyan szeretné, ha vele viselkednének. Hogyha megnézzük, hogy akár egy lakástakarék pénztár mellé felvehető kedvezményes hitel mögé milyen számlacsomagot, milyen igazolásokat kell támasztani, hogy ez az ilyen mindenhol, ez az adócsaló vadász, ez a bekötöm a kasszát, a NAV-hoz. Szóval egészen elképesztő, hogy, hogy mindig minden számlát azonnal látni akarok. Ha véletlenül azt a pénztáros elütötte, már bonyodalom van belőle, mert azonnal bent van az adóhatóságnál. Tehát Orbán Viktor pontosan tudja, hogy egyébként kifehérített a magyar gazdaságból egy jó, jó nagy szeretet azzal, hogy ő tudja, hogy a számlás világ az egyébként egy letisztázottabb viszonyrendszert terem. Csak ő egyenlőbb az egyenlőbbek között, úgy a nemzetközi porondon, mint idehaza. Idehaza is lehet a számla nélküli világban halászni, ha a 100 milliárdos tétel rendben van, Mészáros Lőrincnek rendben van, Orbán Viktornak rendben vannak azok a nemzetközi partnerek, ahol nincsenek számlák, taliskával lehet tolni a pénzt, semmi probléma, majd a magyarok meg szépen lassan összemennek az alatt. Bocsánat csak, hogy ha már képviselőasszony egy ilyen piaci példát hozott, és hogyha arról szól a történet, hogy van több pénzintézet, amelyik hitelt kínál. Az egyiknél a hitelfelvétel iszonyatosan bonyolult, mert mindenféle fedezetigazolást kérnek, meg számlákat kell benyújtani, meg kezest, meg nem tudom. A másiknál meg van egy egyszerűsített hitel igénylési eljárás, és azt mondom, hogy ott 24 óra alatt döntenek, hogy kapok vagy nem, ahhoz fogok menni. Aztán egyszer csak egy ilyen jó széles vállú úriember bekopogtat, hogyha egyetlen napot késtünk a fizetéssel. Tehát, és én azt gondolom, hogy a nemzetközi viszonyainkban is ezt kockáztatja a miniszterelnök. Azt vetette fel a műsorvezető úr egy picit áll problémaként, hogy a bürokráciától akar csak menekülni a miniszterelnök. Hát persze, a bürokrácia és a átláthatóság és az ellenőrizhetőség között lehet egyenlőségtelet jelni. Mert ha nincs ilyen, akkor nem tudod kontrollálni a pénzek útját, nem tudod megmondani, hogy mi hova került és miért került, és ott vagyunk ahol az eredeti témánál, mi van a közvagyonnal, hogy lesz belőle magánfelhasználású pénz. Az a dolog lényege, hogy nagyon mélyen vagyunk etikailag is, és nagyon mélyen vagyunk ilyen szempontból politikailag is, és újra fölteszem ezt a belső költői kérdést, nincs rá válasz, miért veszük ezt tudomásul? A magyar ellenzék az felállva ünnepelte a tavalyi év végén, amikor ugye az Unió megszavazta azt, hogy az uniós pénzek a jogállami klauzulákhoz vannak kötve, és azt mondták, hogy vége van ennek a lopós urambátyám világnak, mostantól kezdve, hogyha a pénzekkel nem számol el rendszeresen a magyar kormány, akkor egyszerűen nem fognak jönni. Akkor most ezzel mi a helyzet? Tehát a pénzek jönnek, valószínűleg akkor teljesen rendben van az elszámolás. Vagy korai volt az öröm annak idején. Szerintem ez egy fontos lépés egyébként az, hogy, hogy a pénzek uniós forrásoknak az ellenőrizhetősége, illetve maga ez az egész folyamat a jogállamisági mechanizmushoz próbálják kötni. Azért azt is hozzá kell tenni, hogy egy Európai Uniónak a működése azért elég összetett. És vannak bizony olyan kérdések, amiben, hogyha éppen úgy játsszák ki a kártyákat, akkor igen, zsarolás is lehet belőle. Ezt látjuk mostanában egyébként, amikor Orbán Viktor Brüsszelbe látogat sokszor.
én az uniónak az egyik hibájának is látom, hogy ezt hagyja. Hogy ezt a politikát, amit folytat hat a miniszterelnök európai szintére, ezt becsukott szemmel nézik. És el fog jönni az a pillanat, amikor fordulni fog a kocka, és kell is, hogy forduljon a kocka, és ez ügyben egyébként azok az ellenzéki színekben politizáló európai parlamenti képviselők, a Momentumtól, a DK-n át, az MSZP-ig bezárólag, mindent elkövetnek, hogy ez a mechanizmus, ez tényleg életbe léphessen, és az uniós forrásoknak az elköltése az teljesen ellenőrzött körülmények között történhessen. Az a baj, tudod, kedves polgármester úr, hogy Európa nem így van összerakva. Nem arra készültek, hogy jönnek a deviánsok. Nem arra készültek, hogy jönnek a rafináltak. Nem arra készültek, azt hitték, hogy egy gazdasági közösség, emlékezünk vissza, ahogy kezdődött az Unió annak idején EGK-ban, hogy itt a gazdasági egységes közös működésünkre van. Nincsenek felkészülve a sumákságokra. Nézd meg most a cseh elnököt. Most már megunták, hogy a saját cégére adta oda az európai támogatás. Hát ide jött helyében Magyarországra, és itt meg megkapta. Én nem azt mondanám, hogy deviánsok, hanem mondjuk azt, hogy jönnek az unortodoxok. 10 éve vannak itt az unortodoxok. Tehát, hogy az a közösség, amelyik 10 év alatt nem tud megtanulni erre reagálni, az lehet, hogy életképtelen. Két üzenete van szerintem ennek az egésznek, ami történik. Az egyik az, hogy ezt a magyar választóknak kell tudni megoldani, mert a következő választás utánra várható az első lehetséges szankció, ami a jogállami mechanizmusokat illeti. A másik viszont az, hogy szerintem az Európai Unió ennél tovább néz, egyetlen társadalmat sem hagyhat elveszni a jelenlegi válságban. Mert egyébként a magyar kormány szerintem velünk abban sem volt elég őszintén, hogy mekkora a baj. Ma is meghallgattuk a győzelmi propagandát arról, hogy milyen jól sikerült a válságkezelés. Az nem baj, hogy egyébként a mi költségvetésünket is újra kell tervezni. Ebből a vitából futottam ide a stúdióba éppen. De az, hogy egy járvány sújtotta évben a költségvetést újra kell tervezni, normális. Ez szerintem nem egy ördögtől való. Teljesen normális, és én is ezzel kezdtem egyébként a felszólalásomat, hogy ebben nincs köztünk vita, és erről egyébként nem tehet a magyar kormány. Így alakult egy olyan externális sok, ez, amit nem láthattunk előre, nem is nagyon érezzük még egyelőre szerintem, hogy mi a kifutása. Az Európai Unió azt nem teheti meg per pillanat, hogy nem juttatja forráshoz az egyébként forráshiányos nemzetgazdaságokat. Én azt gondolom, hogy ez a két üzenet van. A magyar választónak kell leváltani a jelenlegi kormányt, hogyha szeretne normális jogállamban, demokratikus intézményrendszerek között élni. A másik üzenet pedig az, hogy az Európai Unió most azért nem kezd el válogatni, hogy ki az, aki betartja a közös játékszabályt, ki az, aki nem, mert magára húzza a felelősséget, hogy itt 10 millió embert hagy elveszni, és ezt nem tenné meg. Ugye a 500 milliárd forint piaci hitel a Fudan Egyetem felépítésére menne, csak egy fél percünk maradt körülbelül, érdekelne a véleményük erről az egész intézményről, csak nagyon röviden. Szerintem az egy... A pro és kontra nagyon sok minden elhangzott. Szerintem az nem egy ördögtől való dolog, hogy egy külföldi egyetem Magyarországon megalapít egy új egyetemet. Az már igen, hogy ez ugye a kínai kommunista pártnak a egyik kémképzője, hogyha így le tudom sarkosítani. De erre is egy csomóan mondták, hogy nem attól lesznek itt kínai kémek, ha lesznek, vagy hogyha vannak, hogy van-e itt egyetem, vagy nincs. Hát hogyha Magyarország fontos stratégiai pont, akkor jönnek. De ez, nem kell hozzá nekik de volt egyetem. Nekünk egy CEU-nk is, akit sikerült elüldözni. Most és pedig magyar adófizetőknek a pénzéből épül Kínának egy egyetem. Tehát ez szerintem a CEU-nál egyébként pont az volt, hogy azt pedig ők alapították meg saját pénzből, nem volt benne állami De soros volt az elnevezése. Hát meg a szabad világot képvisel. Hát is a nyitott társadalmat, rengeteg munka van vele. Kinyitottam Pandora szelencéjét a Fudan Egyetemmel. Itt maradunk, köszönöm szépen a beszélgetést Bősz Anettnek, Déri Tibornak és Magyar Györgynek. Önöknek meg azt, hogy kíváncsiak voltak ránk. Vigyázzanak magukra, minden jót, viszontlátásra!